A határtalanul pályázat jóvoltából 42 hetedik osztályos tanuló, valamint 5 pedagógus töltött 4 emlékezetes napot az Erdély egyik méltán híres égkövének tartott Torockon. A József Attila Általános Iskola nem első alkalommal szerepelt sikeresen a pályázaton, ezúttal 833.000 forint támogatást nyertek. A József Attila Általános Iskola diákjai, 7. osztályosai 5 tanár kíséretében 4 napot tölthettek el Erdélyben. Erre a határtalanul pályázat adott lehetőséget. Iskolánk már 4. éve sikeresen pályázik, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatás Kezelő irányában, és nyer sikeresen ebben a témában. Torockóra mentek diákjaink, ez volt a végcél, de az úton megnézték Nagyváradot, majd pedig hazafelé már Kolozsvárt, Nagyenyedet. Hiszük azt, hogy a diákjainknak olyan természeti és kulturális értékeket tudunk ezzel közvetíteni, amely a közel 100 éve tőlünk elcsatolt Erdély közelsége tud számukra nagy értéket jelenteni. Hiszük ugyanakkor azt is, hogy ez a nemzeti identitás tudathoz, az ő hovatartozásukhoz, hazaszeretetükhöz, ennek fejlődéséhez nagyban hozzájárul. Minden évben Herceg Barna igazgató helyettes koordinálja nagyszerűen ezt a pályázatot, és viszi a közel 60 diákunkat egy felejthetetlen 4 vagy 5 napot jelentő kirándulásra. Örömmel számolhatok be, hogy a jelenlegi 6. osztályosainkkal is már sikeresen pályáztunk, tehát jövőre ismét végcél Torockó.